B1-es fizetési lehetőség elsőként 2019 nyarán jelent meg Budapesten. De mit is jelent ez? A menetjegy egy mobil applikáción keresztül vásárolható meg, és a tömegközlekedési járműveken lehet használni. Olyan akár csak a régi, papíralapú változata. Annyi különbséggel, hogy ez a mobilunkon található. Így nem kell annyit keresgélni, és szinte mindig kéznél van. Már lehet kapni 24 és 72 órás jegyeket, illetve heti, félhavi és havi bérleteket is. Megkérdeztünk pár járókelőt, ismerik-e, illetve használják-e az applikációt. Ismered a BKK-nak a mobil jegy applikációját? Igen, ismerem, használom is. Még nem hallottam soha. Nem. De ismerem. Hát nem nagyon. Igen, hallottam róla, de személyesen nem használom. Ismerem, de nem használom. Megkérdezhetem, hogy szoktál-e a BKK applikációján mobiljegyet vásárolni? Szoktam. Szoktál, és mióta használod? Nem jó, először egy éve. Nem mobil applikáción szoktam menni, hanem automatában. Rendes, aha. Mióta használod? Hát egy másfél éve. Még nem használtam, de most már fogom. Honnan szoktatok BKV jegyet vásárolni? Automatából. És ismeritek a BKK-nak az applikációját? Igen. És miért nem onnan vásároltok? Mert nekem mindig lemerül a telefonom. Nekem itt az automatánál egyszerűbb. Inkább kocsizom. Az az igazság, hogy eddig megszoktam a manuális jegyvételt. Nemrég ismertem meg, és nem sokat utazok BKV-ban. És akkor mindenhol rendesen működött, elfogadták eddig mindenhol, nem volt vele problémád? Nem, sose volt probléma. Az elején, mikor még indult az applikáció, akkor nem minden esetben töltötte le a jegyüket, az ellenőrök nem tudták leolvasni, egy kicsit zökkenős volt, ahogy az egész működött. Bár nagy többségében nemleges választ kaptunk, ez azért is lehet, mert sokan elbizonytalanodnak a használatát illetően. Jelenleg 4 applikáción keresztül lehet megvásárolni a jegyeket. Az applikációhoz Android vagy iOS rendszerű telefonra van szükség. Fontos, hogy a telefon kamerája működőképes legyen, hiszen az applikáció használatakor ez szükséges. Első lépésként ki kell választani a megfelelő jegyet vagy bérletet, meg kell adni a szükséges adatokat, az érvényességi időt és az igazolvány számot. Az árak megegyeznek a papíralapú jegy árával. A megvásárolt jegy először a még nem érvényes jegyek között jelenik meg, majd fizetés után 2 perccel automatikusan átkerül az érvényes jegyek közé. A megvásárolt mobil jegyek a telefonhoz vannak rendelve, így fontos, hogy másik applikációba nem lehet áttenni, illetve telefoncsere esetén a korábban megvásárolt mobil jegyek inaktívá válnak és utazásra nem használhatóak. A jegy használata nagyon egyszerű. Pontosan úgy működik, ahogyan a papíralapú jegyek. Ha nem első ajtós a felszállás, vagy nem kéri az ellenőr, nincs külön teendője, nincs szükség kódbeolvasásra sem. Ha azonban szükséges igazolni, hogy érvényes jeggyel utazik, akkor válassza ki a már megvásárolt érvényes napi jegyét vagy bérletét, és olvassa be a járműben, a falon, az automatákon elhelyezett kódot. A sikeres beolvasás után az alkalmazásban megjelenő animált szimbólumot kell bemutatnia az ellenőrnek.